Látásérült emberek számára biztosít távoli segítségnyújtást a Távszem projekt. Ennek célja, hogy a vak és gyengén emberek akadálymentesen használható mobileszközök segítségével az ország minden pontján azonos eséllyel jussanak magas színvonalú internet alapú segítő szolgáltatáshoz. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem a stúdióban a Vakok és Gyengén Látók megyei Egyesületének képviseletében Dankó Pál távszemmentor. Köszöntöm Pál itt a stúdióban. Üdvözlöm. Előzetes egyeztetésünk alapján kaptam egy nagyon jó támpontot öntől, és javasolta, hogy talán ezt a távszem projektet úgy tudjuk a legjobban bemutatni, hogyha érzékeltetjük a különbségeket a már meglévő Be My Eyes segítségnyújtási rendszerhez képest. Akkor nézzük, hogy mi is ez a Be My Eyes, és ahhoz képest ez az uniós pályázati lehetőség mennyivel tud többet nyújtani önöknek. A látásérülteknek van lehetőségük már régóta használni ezt a bimályás szolgáltatást, nem csak Magyarországon, hanem világszerte bárhol. És ennek az a lényege, hogy a készülék másik oldalán, tehát önkéntesek próbálnak segíteni a látássérülteknek, akik az alkalmazáson keresztül próbálnak segítséget kérni. Viszont ezek az önkéntesek így bárkik lehetnek, akik rászánják az idejüket, hogy segítsenek. Lehet, hogy a legjobb tudásuk szerint igyekeznek segíteni, de tehát itt nem lehet garantálni a minőséget. Az alapvető különbség tehát ez a távszem és a bírmája között, hogy a távszem alkalmazás használatakor a készülék egyik oldalán van a látásérült, aki segítséget kér, kamera és a készülék mikrofonján segítségével keresztül, internet kapcsolattal, a másik oldalon egy operátor helyiségben szakképzett operátorok vannak a nap 24 órájában, és ők próbálnak meg egész jó hatásfokkal és technikai felszereléssel segíteni. Ez az uniós támogatott program, ez ugye azt lehetővé teszi, vagy lehetővé tette, hogy 800 készülék álljon az érintettek segítségére. Ezek a készülékek most hol vannak, már az érintetteknél vannak? Igen, egyik része ott van, tehát a Magyar Vakok és Látok Országos Szövetsége pályázta ezt, 469 millió forint támogatást kapott az Európai Uniótól, és ennek egyik része az, hogy 800 darab iPhone 7-es készüléket szereztek be. Ennek egy része érkezett meg a melyeknek a betonit, használatának a betonítása itt ebben a megyében, vagyis a mi egyesületünknél jobban mondva ez az én feladatom, erre a célra távszem mentorokat képeztek ki, 22 darabot úgymond ebben az országban, 22 tag egyesület részére. És mi 31 készüléket kapunk itt a mi egyesületünknél, ebből 18-at osztottunk ki, amit már megtanultak használni a látássérültek. Tehát mi feladatunk azt, hogy megtanítsuk használni, segítsünk az adminisztrációban, mivel ez egy így tesztelni kell, tehát szó szerint tesztelni kell a felhasználóknak, értékelő lapot kell írni, és ezekben is mi segítünk nekik. Tehát a hívás minőségét kell ellenőrizni, a javaslatokat kell tenni, hogy miben fejlődjön még a szolgáltatás. Most egy első megközelítésben, hiszen azért ez a tesztidőszak, ez, ez nem tart olyan nagyon régóta, ugye? Igen, igen, igen. Tehát nem tudom, hogy mennyi tapasztalatot tudtak eddig összegyűjteni. Önnek mi a meglátása ezzel a rendszerrel, ezzel a segítségnyújtási módozattal kapcsolatban? Sokat fejlődött a rendszer indulás óta, mivel a szoftver alapú az egész, tehát itt nagyon sok múlik az alkalmazásokon, amit letöltünk az App Store-ból vagy a Play áruházból, mivel Androidon is működik ez az alkalmazás. Tehát ezt az alkalmazást is folyamatosan fejlesztik. Folyamatosan képezték az operátorokat, akik egész jó, magas színvonalon van, vannak kommunikációból, empátiából és a szoftverek használatából. Van-e arra példa, vagy van-e tudomásuk arról, hogy esetleg már más országokban szerepelt-e valahogyan ez a rendszer, vagy ez egy nagyon új dolog? Hát ez egy új dolog, ez a pályázat kapcsán alakult ki egy, egy régebbi elképzelés után szerintem ez egy ilyen magyar továbbfejlesztése ennek a Be My ami egész jó visszhangot kapott. Nem csak azért, mert hogy kapnak a látássérültek készüléket, mivel ingyenesen bármelyik látássérült regisztrálhat, aki tagja valamelyik tagegyesületnek. Tehát az mvgos ösznek van az Országos Szövetségnek 22 tag egyesülete, csupán annyi kell, hogy tagja legyen valamelyik egyesületnek, és ingyen tud regisztrálni a távszem.hu oldalon, és használhatja ezt az alkalmazást. Önök egyébként mióta tudják segítségül hívni az internet speciális használati módozatait arra, hogy könnyebben boldoguljanak, tehát úgy, mint bárki más, aki használja a világhálót? Hát, hogyha úgy nézzük, akkor viszonylag régóta amióta az okos telefonok megjelentek, tehát még régebben a Symbiánnál is már működtek ezek. A mostani új iOS és Android operációs rendszereknél pedig a navigációnál is nagyon nagy szükség van az internetre. Ez egy speciális változata, ahol kamerán keresztül tudunk segítséget kérni. Mennyire használják ki az érintettek, tehát a gyengén látó emberek ezeket a segítségeket? A gyengén látók inkább a készülék adta lehetőségeket használják ki, tehát digitális nagyító, amit szintén oktatunk az Egyesületben, vagy bármilyen ilyen vizuális segítség, ami nagyítja a képet, vagy a élő képet, tehát a kamera által adott képet. A vakok meg inkább, tehát nekik lesz igazán ez nagy segítség a továbbiakban is ez a társzem, mivel nagyon leleményesek az emberek, villanyszámla, gázszámla, recept, orvosi papírok felolvastatása, ez nagyon-nagyon menő dolog most, tehát ez, ez nagyon nagy segítség nekik is. Uh -huh. Ezek a készülékek, amelyek kikerültek uh, a vak és gyengén látó emberekhez, ezek a készülékek maradhatnak is náluk, vagy ezt hogy kell elképzelni, ez most már az övék? Mm, igen, ez majd az övék lesz, kettő év múlva. December 31-ig tart a hivatalos teszt időszak, addig uh, kell folyamatosan küldeni a visszajelzéseket, itt a mi egyesületénknél 18-an kaptak most első körben, 13-an kapnak még októberben, tehát ez a 31 készülék 2021 után, tehát készhez után, átvétel után, két év múlva a sajátjuk marad. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.